csizmán most vették, most éhes a sárga, azért vették a széket, hogy múljak rajta. Szita, szita, péntek, szerelencsi döntők, szabszerga. Még megszámlálni is nehéz, hány tánccsoport működik a környéken, mely magán viselik Kosnás Árpád keze munkáját. Néptáncoktatóként számos hagyományőrző csoport táncait állított a színpadra, segítve ezzel őrizni a székely táncállományt. A család indítatása is megvolt arra, hogy élje a hagyományokat, de a tánc jóval később került az életébe. Az, hogy ez a bukovinai gyökerek vannak, ezek, ebbe úgy mi beleszülettünk a testvéreimmel együtt. 91-ben Szentlőrincen tanultam a Újhelyi mezőgazdasági szakközépiskolában, és mindjárt az első héten mondták, hogy kedves elsős diákok, mindenkinek le kell fáradni a tornateremben, mert jön egy ember, beáll a kör közepére, és amit ő csinál, azt kell utánozni. Én óckodtam, hogy ez most mi, mit kell csinálni? Hát mindegy, kötelező, lemegyünk, addig se kell másik órán bennülni. Lementünk, és ilyen egyszerű kis lépéseket csinált, kis kitevőt, kis bokázót, és én elkezdtem csinálni, utánozni, és hó, hát ez nekem tetszik. És akkor így be is kerültem az iskolatánc csoportjába, majd egy év elteltével ez az ember, akit Molnár Jánosnak hívnak, Molnár János tanár úr, meghívott a pécsi tánccsoportjába, a Szivárvány gyermekházi ifjúsági tánccsoportjába, majd fél év elteltével János tanár úrat követve a Mesektánc együttes tagja lettem. Tehát a tánc így került be az életembe. Aztán innen kerültem tovább Kaposvárra, az agráriskolába, és ezzel párhuzamosan a Somogy tánc együttesbe. De itt akkor már elkezdett a fejemben összeállni, hogyha nekem van egy székely gyökerem, és most táncolunk mindenféle táncokat, sárközi, somogyi, de erdélyi táncokat, akkor kell legyen ennek a kettőnek ami közös pontja. És ezt a közös pontot meg is találtam, és ezért kezdtem el táncolni Kakosdát a Sevestyén Ádám Székely Társulatban, mert ott akkor még az idős táncosok is még velünk voltak a színpadon, megelíteném Sevestyén Badaferi bácsit, és ott ért össze nekem a tánc és a székely kultúra. Azt éreztem, hogy eddig is szerettem táncolni, de most már tudom, hogy miért szeretem ezt a táncot, és mi van még a tánc mögött, ami bennem van, ami a gyökereimet jelenti. Már táncos korában is tanított Kaposhomokon gyerekeket, így amikor saját kultúrájának táncait kellett oktatni, nem jelentett nehézséget a feladat. Az, hogy a bukovinai székely táncokat kell továbbadni, ez már a 2000-es évek elején jött ez a gondolat, és akkor kezdtem el Bonyhádon is dolgozni, illetve a környező településeken, és egyre több és több helyre hívtak. Szerencsénk volt, ezt most mind a többi tánctanár kollega nevében is mondom, hogy ezt a gyűjtő munkát, ezt egyrészt az 50-es években megcsinálták. A bukovinai székelytáncok az egyik legjobban felgyűjtött táncanyag volt. Nekünk idézőjelben nem volt más dolgunk, mint ezeket a gyűjtéseket elővegyük, elemezzük, nézzük, próbáljuk meg azokat a dolgokat, amiket ott látunk másolni, vagy esetleg a saját mozdulatainkra rátenni, és akkor a kettőből alakul ki egy új tánclépés, de a lépés megmaradt, csak más az előadásmódja. Voltam a faluban, voltam Isten segítsen is, ahonnan származom, a többi falvat is meglátogattuk természetesen, de oda már nem a gyűjtés miatt, hanem szerettem volna látni, hogy mi az az Isten segíts, mi az a Szucsáva part, hogy hol mennek az utcák, mi az a templom, az a csoda templom, amit annyit meséltek az öregek, mert öreg emberekhez, idős emberekhez, akik még Bukovinában éltek és emlékeztek rá, én eljártam. Nem táncot tanulni, beszélgetni velük. És bementem az öreg emberhez, az öreg nénihez, először azok ezt, ja, ide is gyermekem, előstég volt már, nemes emlékszem rá. Mindig tettem fel egy kérdést, hogy na de hol lakott kent, a Tulavizen vagy a faluba? És akkor minden, volt egy kérdés, na és akkor aztán elkezdték mondani, és akkor volt olyan, hogy ott ültem 2-3 órán keresztül. Tehát nem táncot tanultam, hanem szokásokat hallgattam meg, amiket ők megéltek ott Bukovinában. Nekem mindig nagy öröm, amikor egy táncot kell, elkezdünk egy táncot dolgozni, és akkor, hogy is mondta Marci bácsi? Ott emlékszem, hogy akkor azt mondta, és akkor már be is csempésztem, hogy az ő idejében a fiúk kezdték el a szirbát zene nélkül táncolni. Na, akkor azt már is be tudom tenni a táncba, mert ez egy gyakorlat volt. Gyere,
Azt mondja, a járvány a táncházmozgalmat és egyáltalán a tánccsoportos létet is nagyon visszavetette. Van olyan csoportom, ami kimondottan bukovinai székely kör tartja fönn a csoportot, és a székely identitás nagyon erős. Itt most talán példaként is mondhatnám Csátalját, ott baj alatti település, ahol egy nagyon erős magyarságtudat és egy nagyon erős székelységtudat van, és ők ehhez kerestek egy székelytánctanárt. De van olyan csoportom, amelyiknek a székelységhez nincs köze, nem is rendelkezik székely felmenői táncossal, de meghívtak, mint tánctanárt, hiszen tudták, hogy más táncokat is tanítok. Az megint más kérdés, hogy más táncokat is tanítok, de azért ők is megtanulták a bukovinai székely táncokat, mint minden csoport. Én ahol dolgoztam, mindig a bukovinai székely táncok előkerültek, de a pici óvodástól a nyugdíjas csoportig mindenhol. És talán ebben a szempontból az egyik legérdekesebb tánccsoport a Paksi Szalkaláb Táncegyüttes, aki hívott tánctanárt, megismerkedett a bukovinai kultúrával általam, és olyannyira megtetszett nekik, és annyira magukénak érezték ezt a kultúrát, hogy jelenleg a Móra Jelmér Szövetségben, mint bukovinai székely hagyományőrzők szerepelnek. 2002-től 2014-ig főállású néptáncoktató voltam, a feleségemmel ketten csináltuk a csoportokat, és sokszor azt nem tudtam, hogy azon az adott pillanatban hány csoporton van. Mert mi számít csoportnak? Egy iskola? Egy iskola osztálya? Egy kis közösség? Tehát rengeteg. Tehát több mint 1000, lehet 2000 körüli tanítványom volt az idők során. Kosnás Árpád épp úgy, ahogy beletették a saját családjában is, értékként kezeli az ősöktől öröklött kultúrát. Fia többszörös díjnyertes táncos, és lánya is rendszeres résztvevője az összejöveteleknek. Sosem ültem a nyakukra ez ügyben, mondta. Látták, és maguktól követik a példát.